napig egyfest zajlottak a programok Gyergyószéken, mindenki megtalálhatta a kedvére valót az idei összművészeti fesztivál keretében. Adalékmentes szénasajtot készítettek szombaton Gyergyószent Miklóson a Caritas vidékfejlesztés udvarán megtartott eseményen, ez lehet majd az alapja a székelyföldi összefogás sajtjának. A fénytelevíziót és Rádió Gagát is működtető médiatér Gyergyószentmiklósi csapata a cégcsoportot népszerűsítő ajándéktárgyakkal lepte meg az Egyfest résztvevőit. A hírcímek után köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! 4 nap alatt 800 rendezvény zajlott Gyergyószentmiklóson és a környező településeken. Végigjárni, még csak felsorolni is lehetetlen azt a program kavalkádot, ami közül választhattak a gyergyószékiek, turisták, esetleg az Egyfest időszakára ide látogató vendégek. A Gyergyómedencei Összművészeti Fesztiválnak köszönhetően 4 nap erejéig pezsgett a város, minden udvar megtalálta saját közönségét, bőséges volt a felhozatal a zene, a kultúra, hagyomány és kaland terén is. Pinteken délután került sor az Egyfest Gyergyómedencei Összművészeti Fesztivál második kiadásának megnyitójára. A megnyitót követően már pezsgett az élet a Gasztró utcában, a Főtéri parkban, majd péntektől nagyobb fokozatra kapcsolt mindenki. Minden udvar megnyitotta kapuit, és a délelőtti óráktól hajnalba nyúlóan párhuzamosan több helyszínen lehetett bekapcsolódni a kulturális, hagyományőrző vagy akár zenei foglalkozásokba. A gyermekudvar a Szabadidő parkban pénteken nyitotta meg kapuit, és a szervezők megelégedésére már a nyitónapon nagy volt az érdeklődés a felkínált programok iránt. Nagy örömünkre szolgál az, hogy folyamatos az érdeklődés a gyerekek programok iránt, egészen a legkisebbektől a nagyobbakig, szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal folyamatosan váltják egymást a résztvevők, és igyekeztünk a program kínálatban a helyi hagyományokat, helyi sajátosságokat kidomborítani, kihangsúlyozni, hiszen hál' Istennek nagyon sok a turista, nagyon sok az idegenből jövő, különösen magyarországiak számos résztvevő megfordult onnan is, és csak néhány példát emelnék ki, például a nemezelős kézműves foglalkozásnál a gyilkos tót készítik el a gyerekek, és ezáltal próbáltuk egy kicsit az itteni sajátosságokat, akár ami az erdőhöz, a hegyvidékhez kötődik, például fakanálbábot is, medvéset vagy akár rókásat készítenek a gyerekek, és a többi foglalkozásnál is ezeket a sajátosságokat emeltük ki, például a Tarisztyás Márton cserkész csapat is olyan hagyományos dolgokat, foglalkozásokat vezet, ami kimondottan ide kötődik, vagy akár a székelységhez kötődik, ilyen például a métázás, mint régi játék, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak a kézműves foglalkozások, hanem a különféle játékok egyfajta kreatív és szórakoztató kínálatot biztosítanak ugyanakkor a gyerekeknek. Az előadások terén szintén próbáltunk valami gyergyóiságot belevinni, vagy akár helyiséget is belevinni, mind a mellett, hogy a Makám együttes gyerekkoncertje, a Bogárbál, az ugye Magyarországról érkezett hozzánk ez a produkció, de a bábszínházi előadások, mint például a Kőleves vagy a Ládikó, azok ugye tudjuk, hogy gyergyói halvirág bábszínházi produkciók, és ezáltal szintén valami gyergyóit szerettünk volna megmutatni. Amíg a kisebbek a hagyományos foglalkozásokon szórakozhattak, a nagyobbak sem maradtak játék nélkül, volt társasjáték délután is, ahol az érdeklődők a taktiki, gyergyófejlesztési társasjátékot is kipróbálhattak, kifejlesztőjével Ince Gáborral is beszélgethettek. A taktiki kicsit hasonlít a sakra és a dámajátékra, amelynek memória játék jellege is van, és amely igazán szórakoztató és izgalmas, azért is, mert bármikor hozhat váratlan fordulatokat. Többen is kérdezték, hogy maga az ötlet honnan jött, és hát nemes egyszerűséggel egyetemista koromban már ugye a fejemben volt egy ilyen ötlet, mert én mindig is szerettem a stratégiát, szerettem sakkozni, és sokszor szabadidőmben elgondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha terveznék egy játékot. Csak nem volt rá lehetőségem, és ez így érlelődött minden évben, és egyszer csak egy ifjúsági napokon, így láss csodát, találkoztam egy ilyen lehetőséggel, megláttam a feladatok között, hogy kell egy társasjátékot tervezni, és akkor rácsoptam a lehetőségre, hogy ezt akkor meg is valósítsuk. Tehát alapból már volt egy ötlet a fejemben,
és éppen ezért nem volt ez egy teljesen nullából induló a történet, úgyhogy ott indult az egész. Ott akkor egy Totem nevezetű játékot terveztem, ami nagyon hasonlított a jelenlegi taktikire. Ugyanazok a mechanikával működő játékról beszéltünk, csak nem ennyire komplex. És az a vicces tényleg, hogy a helyszínen levő anyagokból, egy kartonból, szivacsok, gombos tűk segítségével összetákoltam azt a játékot. Még meg is festettem, legyen egy Totem színű, és annyira tetszett a csapatnak, hogy viccesen fogalmaztak a szervezők, hogy leszeretnék védetni a játékot. És akkor mondtam én is Andinak, hogy hát amúgy én is ezt tervezem, hogyha majd később tehetősebb leszek, lesz egy munkahelyem, lesz egy picit több pénzem, akkor majd megpróbálom ezt végigjáratni, és ebből egy sikertörténetet varázsolni. És évről évre megírt a dolog, tehát eljutottam arra a pontra, hogy kerestem egy segítséget, mert én igazából a dizájnban voltam otthon, tehát azt, hogy megtervezni valamit, a csomagolását, kitalálni a formáját az egésznek, ez volt az én feladatom, de a marketing részében ezt nem igazán tanítják az egyetemen a dizájnereknek, úgyhogy anyagi támogatásra is szükségem volt, és marketing támogatásra is, és megtaláltam a társamat, akivel ezt elkezdtük. Egy görög kiadó céggel sikerült leszerződtetnem, fantáziát láttak ebben a játékban. Kötöttünk a szerződést, ők legyártották ezt Kínában, most már van fizikai játék, és konkrétan már vásárolható üzletekben, itt Romániában elsősorban a játszmakontoron keresztül. De most ismerkedtem meg itt a helyszínen egy Tamás nevezett ismerősömmel, aki Csíkszentmihályi, és neki is van egy társasjáték kontrollos oldala. Tehát online vásárolható a játék, Gyergyószer Miklósra is be fog kerülni, több mint valószínű már érdeklődtek üzletekben. Úgyhogy én valamikor ezt is terveztem, hogy milyen jó lenne majd akár későbbiekben, idősebb korban, mikor sétálnék a városba, és látnám, hogy a gyerekek, a fiatalok pont ezzel a taktikivel játszódnak is. Ez nekem már alapból egy, úgy látom, hogy nem egy távoli terv. Pénteken került sor a Főtéri Parkban a 125 éve született Kossuth díjas író Tamási Áron emlékkiállítás megnyitójára is. A szabadtéri kiállítás pannóit már augusztus 1-től láthatták a járókelők, azonban a Petőfi Kulturális Ügynökség, a kiemelt programok igazgatósága és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében elhozott kiállítás az Egyfest keretében nyitották meg. A megnyitón beszédet mondott Csergő Tibor András polgármester, Barti Tihamér RMDS területi elnök és Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programok igazgatója. Kezemben van egy kötet, mert ugye a kiállítás mellett egy könyvet is összeállítottunk, Sipos Lajosnak a munkája, egyébként a Színház és Könyvudvarban megtalálják ezt a kötetet. Ugye az egyik leghíresebb mondat lett a címe ennek a könyvnek, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azt gondolom, hogy ez az olvasó közönségnek, aki csak az Ábel trilógiát olvasta, vagy aki Tamási Áron életművével találkozott már, annak ez otthonos lehet, és polgármester úr ugye azzal kezdte, hogy egy picit úgy farkaslakát megidézte, farkaslakára az otthonra mutatott. Én is úgy kezdtem egyébként a gondolataimat ma reggel összeírni, ugye azt mondta, hogy lassan haladhat ilyen helyen a lélek, utalt ő farkaslakára, vagy az otthon felé vezető útra, és én valamiképpen ezt az időt szerettem egyre inkább kiemelni, hogy egy nagyon rohanó világban élünk, ahol mi szakemberek, vagy irodalommal, kultúrával foglalkozó emberek egyre inkább arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy az időnket, amiből olyan, mintha egyre kevesebb lenne, fordítsuk a csöndre, fordítsuk az olvasásra, mert hogy ebből fogunk tudni táplálkozni. És egy ilyen világban, amikor ezer feladat van, nehézség, probléma és szépség is, amivel szembe kell néznünk, talán ez tényleg egy nagy kihívás és egy szép feladat, hogy ezt a kicsit lassuló időt megmutassuk, ennek az értékét. A kiállítás megnyitó része volt a Könyv és Színházudvar program kínálatának is. Tamási Áron életét 16 tablón mutatja be a Bölcső a hegyek között. Tamási Áron 125 című kiállítás augusztus 10-ig lesz látható Gyergyószent Miklóson. Szintén pénteken ezúttal a Képzőművészeti Udvar zsinagógai helyszínén került sor arra a kiállítás megnyitóra, melyet Orosz Anabella több gyergyói vagy gyergyóhoz valamilyen formában kötődő képzőművésszel álmodott meg.
A képzőművészeti udvar elsődleges szándéka az volt, hogy a helyi művészetet serkentse, összeköttetést teremtsen itthoni és az elszármazott művészek között. A pénteki megnyitott kiállítás címe Ecce Imelám. Az elmúlt néhány hónap beszélgetései, kompromisszumai, a lehetőségei mit szülnek, ezt jelenti a kiállítás címe, mondta Orosz Anabella, a képzőművészeti udvar vezetője. Februártól mostanig beszélgetek művészekkel, és folyamatosan azt éltem meg, hogy ez a közösség, aki nagyon intenzíven él meg bármilyen világi eseményt, olyan formában tud válaszolni és reagálni a világ dolgaira, amiben csak egy művész tud válaszolni. A zsinagóga nem mindennapi tere, installációs térként működik elsősorban, szerves részévé válva az alkotások nagy részének. Olyan tartalmi rétegekkel gazdagodik a mostani kiállítás révén, melyeket a térhozott felszínre kiemeltségével, szakralitásával, a hozzátapadó jól és kevésbé ismert sokféle történettel, jelentéssel. Az Orosz Anabella képzőművész által rendezett kiállítás ezúttal is hangsúlyosan beszél a térről, a zsinagóga teréről, a városi térről, a térségről. Az Egyfest második kiadásán Anabella ismét arra vállalkozott, hogy a lehető legnagyobb nyitottsággal válogassa ki művészeit. Míg tavaly a gyergyóiság és az ebből adódó folytonosság, illetve a generációk közötti kapcsolódások jelentették elsősorban a kiállítás kötőanyagát, idén a tér kihívásai, a közösség tápláló, inspiráló ereje a szervező elv. Olyan művészek voltak megszólítva, akiktől nem idegen az installációban való gondolkodás, illetve több olyan alkotó is, akik ritkán szerepelnek, vagy a képzőművészet valamelyik alkalmazott műfaját gyakorolják a hétköznapokban. Pénteken nyitott a jazz udvar is Cserei Csaba afrikai dobsójával. Pénteken este szintén változatos zenei műfaj közül válogathattak a különböző udvarok látogatói. Fellépett a Carson Coma, Hobói zenekara, a Parnógraszt, Lajkó Félix és Volos, Teddy Queen, Airi Mafia, a folk udvarban hajnalig tartó táncház, a retro udvarban retro diszkóban vehettek részt a fesztiválozók. A 2022-es Egyfest többi programjának összefoglalóját keddesti fénypontban foglaljuk össze. 9 székelyföldi sajtmester vett részt azon az egyedi kísérleten, amelynek a végén olyan székelyföldi tájjellegű sajttípus születhet meg, amely jó eséllyel veheti fel a versenyt a nyugati, nagy hagyományokkal rendelkező sajtokkal. Ugyanolyan recept is eljárás szerint 81 féle termék született, ezek kiértékelőire került sor szombaton Gyergyószent Miklóson. 140 napja érlet 81 sajt 9 sajtmester pincéjében, melyek kóstolására augusztus 6-án a Székelyföldi Sajtkészítők Kézműves Egyesülete és a Caritas Vidékfejlesztés partnerségében került sor. Volt már próbálkozás arra, hogy a térségben élő sajtkészítők egy közös sajtot készítsenek, ez valósult meg most. Konrad Sutter svájci sajtmester alkotta meg azt a receptet, amelyek elkészítésére 9 Kovászna és Hargita megyei sajtkészítő vállalkozott. Minden résztvevő 3 egymást követő hétfőn 3 sajtot készített 3 különböző kultúrával. Egyik sajt a saját pincéjében maradt, a másik 2 két másik pincébe vitte el. Így egy pincében 3 sajtkészítő egy-egy sajtja érlelődött 140 napig, mindenki a saját módszereivel, tapasztalatai szerint kezelte. Az eredmény komoly meglepetéseket hozott, ugyanaz a sajt 3 különböző pincében teljesen másként fejlődött az érlelés alatt. Volt eset, hogy a készítője nem ismerte fel a saját termékét, ismertette a kezdeményezést összefogó Caritas vidékfejlesztés vezetője Kastan László. Igazából ösztönöztük mi ezt az együttműködést. Lehet azt is mondani, hogy kiválogattuk, vagy ösztönöztük azokat az embereket, akik képesek voltak ezt végigcsinálni. Meg kellett bátorítani, és nekünk ez a dolgunk. Tehát igazából az Agrokaritas, a Caritas vidékfejlesztésnek a fő célja oktatni, tudást átadni, olyan embereket meghívni, akik tudást tudnak átadni, és
térni mindig a hibákra, ott segíteni, tanácsot adni, és ez a 9 ember megérett erre a feladatra. Együtt tudtak működni, ugye itt nem beszélt senki arról, hogy ezek be kellett engedjék egymás saját pincéjükbe. Tehát meg kellett mutatni azt az intim területet, amit az ember nem szívesen mutat meg, főleg egy konkurens vállalkozónak, mert itt azért konkurenciát is látnak sokszor ők egymásban, de itt most felismerték azt, hogy a rossz sajt minősíti az összes sajtot, és a jó sajt reklámozza az összes sajtost. Tehát nagyon fontos az együttműködés. Mi megfogalmaztuk a Lebensqualität alapítványa közösen, hogy mi nem szeretnénk ennek a mozdonya lenni, mi a tollatói szeretnénk lenni. Tehát bármilyen kérdést, amit irányunkban megfogalmaznak, arra mi megpróbáljuk megtalálni a választ. Mit szeretnénk? Tehát szeretnénk hosszú távon egy minőségi székely sajtot összerakni, ami majd 30-40 év múlva más vidékeken, más területeken is szívesen megvásárolják, és visszavezetik hozzánk, hogy milyen jó sajt készült Székelyföldön. Nem az Emmentalerről beszélnek, nem az Appenzellerről, hanem a székely sajtról, vagy ami neve lesz ennek, mert igazából nincs neve ennek a sajtnak, ezért is neveztük el szénasajtnak. Tehát ez a feladat is a sajtosokra hárul, hogy ha látnak ebbe fantáziát, akkor nevezzék is el a gyereket, és mi ezt a gyereket megkereszteljük. A közös munkába udvarhelyszékről, háromszékről, nyújtódról, gyimesbükkből, a gyergyói medence több településéről kapcsolódtak be sajtkészítők, így a Caritas vidékfejlesztés tangazdaságának sajtmestere Portik Hegyi Lóránd, vagy az újfalvi bányász József is, aki fontosnak tartja, hogy mint mindenben az életben, a sajtkészítésben is kell keresni a természettel, az Istennel a harmóniát. A sajt az is egy népi kultúrát, egy életformát koncentrál, jelenít meg, és hogyha az ember ezt tisztességgel, becsülettel végezi, keresi a természettel és az Istennel a harmóniát, akkor a sajt ízében ez vissza tud köszönni. Végül is, hogyha az ember megfelelő nyitottsággal készít táplálékot, akkor a táplálékban koncentrálta megjelenik a lélek tápláléka is. Tehát, hogy nem csak kenyerrel él az ember, és ezek nem csak gondolatban, hanem matériában is meg kell, hogy tudjanak jelenni, úgyhogy be lehet csatornázni akár a hullgyárások és a csillagjegyeken keresztül a koszmosz energiaforrásait is, úgyhogy a lelketet is tudja táplálni. Maradjon egyensúlyban, mert ha nem, akkor a lélek az túltáplált lesz, és a lélek elcsenevészesedik. Sajt egy esély erre, ennek a spiritus, még mondom, a bor és a sajt társítása tudja nüanszosabbá, finomabbá hangolni, és nagyon fontos ebben tényleg a közösség. Tehát, hogy egy sajt készítés, egy gazdálkodás életforma akkor tud ízes lenni, hogyha ezt közösségbe tudjuk megjeleníteni, mert egyedül az embernek nyúlik a nyaka, sokszor is frusztráltá válik. Úgyhogy én mindig próbálok meghívni embereket erre az életformára, erre a közösségre, mert ennek van egy csomó öröme, olyan nüansza, amit semmilyen más terület nem tud kínálni, de ugyanakkor van nehézsége is. De igazi sikerélmény áldozat nélkül nem tetten érhető. Ez érvényes a sportra, akár a profi sportra, de érvényes a hétköznapi munkára is. Tehát, hogy a munkának, a kétkezi munkának kellene gyakorlatilag visszaadni a presztízsét, a helyét, mert arcod verítékével fogod megkeresni a kenyeredet, és meg fogsz halni. Ez azt jelenti, hogy Isten országát munkával lehet visszaépíteni. Simone Weil azt mondja, hogy a kétkezi munka a legmagasabb misztikum. Ehhez képest minden alárendelt. A szombati eseményen a 9 sajtmester nyers tejből egy közös szénasajtot is készített, ami nem tartalmaz semmilyen mesterséges adalék anyagot. Ez lehet majd az alapja a székelyföldi összefogás sajtjának. Erre a sajtra kérték közösen Isten áldását és segítségét a további együttműködéshez. Tejszerződést kötöttek, melynek értelmében a következőkben a kikísérletezett módszerrel közösen állíthatják elő a székelyföldi sajtot, melynek ők adnak nevet is. A Caritas vidékfejlesztés pedig a továbbiakban is biztosítja a szakmai támogatását. A program további részeként Konrád Sutter svájci sajtmester a sajtkészítőknek és nagy közönségnek kiértékelőt tartott, így a gazdák képet kaphattak arról, hogy milyen hibákat kell kiküszöbölniük, milyen erényeket kell megtartaniuk és finomítaniuk ahhoz, hogy azonos szintű, igazán minőségi termék szülessen a munkájuk nyomán. Kezeproduktion ist immer eine Überraschung. Tehát a sajtkészítés mindig egy meglepetés. Aber der große Unterschied, ein Käsemeister in der Schweiz
hat mindestens 8 Jahre Ausbildung in Praxis und Schule, bis er den Namen Meister tragen darf. Az a különbség, hogy Svájcban ahhoz, hogy valaki sajtmester lehessen, 8 évet tanul, és vizsgákkal bélyegzi ezt meg, és utána lesz sajtmester. Das ist ja ganz typisch hier in Rumänien. Es fehlt eine fundierte Ausbildung in der Landwirtschaft und in der landwirtschaftnahen Berufen. Az a tapasztalatom, hogy Romániában az alapok hiányoznak a mezőgazdasági oktatásban és az ilyen jellegű szakoktatásban. Wir brauchen nicht Ingenieure, wir brauchen Praktiker. Nem mérnökökre van szükség, hanem gyakorlatban munkás emberre. Und wir können hier in einer Woche ein bisschen Wissen vermitteln. És mi mindig az egy hét alatt, amíg itt vagyunk, egy kicsit tudást próbálunk átadni ezeknek az embereknek. Und ein paar Monate später wieder eine Treppe bisschen höher mit den gleichen Leuten widersprechen und wieder mit den Erfahrungen weiterbauen. És amit 2011 óta gyakorolunk, hogy mindig egy lépcsőfokkal fennebb tesszük a beszélgetésnek a szintjét ugyanezekkel az emberekkel. Weil aus 10 Käsekurse gibt's noch kein Käsermeister. Mert ha valaki elvégzett 10 sajtkészítő kurzust, attól még nem lesz mester. Das Spezielle ist, Käse heißt Leben. Tehát ez egy speciális, a sajt az az élet, élő sajtról beszélünk. Wir brauchen die Nase, wir brauchen das Maul, nicht nur zum Sprechen, und wir brauchen Gefühl. Tehát a sajt az egy több összetevő dolog, amit az ember érez belőle. Ugye van az órunk, szemünk, a szájunk nem csak beszédre van kitalálva, és az érintés nagyon fontos. Die Mutter spürt den Säugling. Geht es ihm gut oder nicht? Der Säugling kann nicht sprechen. Ez ugyanúgy van, mint egy anya a szoptató gyerekkel, hogy az anya érzi, hogy jó van ez a gyerek, vagy nincsen jól. Tehát megvannak a megérzése érintés által is. Und der Käse spürt die Arbeit der Bakterien. Die spürt man. És a sajt érzi a munkát, érzi a baktériumnak a munkáját, munkásságát, amit elvégeznek az élelés folyamán. Und auch bei uns gibt es viele Käser, und sie werden nie ein Käser. Nálunk is van nagyon sok sajtos, aki soha nem lesz sajtos. Weil das Gefühl, das Einfühlungsvermögen fehlt. Mert hiányzik ez az érintés, ez az érzékenység, a szeretet a sajt iránt. Az eseményen sajtkóstolásra, ugyanakkor vándorbölcső átadásra is sor került, unitárius és a római katolikus áldással. A Fénytelevíziót és Gaga Rádiót is működtető Médiatér Gyergyó Szent Miklósi csapata a cégcsoportot népszerűsítő ajándéktárgyakkal lepte meg az Egyfest résztvevőit. A villámakció során a gyerekek legnagyobb örömére piros lufikat, labdákat, kulcstartókat osztogattunk a fesztivál egyik legforgalmasabb pontján, a Gasztró utcában. Újságokat, lufikat, kulcstartókat és egyéb ajándéktárgyakat osztott ki a fesztiválozóknak a Fénytelevíziót és Gaga Rádiót is működtető Médiatér Gyergyó Szent Miklósi csapata. Az Egyfest összművészeti fesztivál egyik legforgalmasabb pontján, a Gasztró utcában voltunk jelen, hogy apró figyelmességgel hívjuk fel magunkra a figyelmet és szerezzünk örömet a kicsiknek és nagyoknak. Volt, aki unokáinak vitt haza meglepetés lufit, de akadt olyan is, aki nagyszüleinek kért kulcstartót vagy autóillatosítót. Jól fogadták a fesztiválozók a meglepetéseket, a gyerekek még hosszú órákig játszottak a lufikkal, miközben a Gasztró utcában a felnőttek számos ilyenkor szokásos ételt és italt fogyaszthattak. Sajtóhírek szerint Vasile Dâncut és Novák Károly Eduárdot is leváltanák a miniszteri tisztségből. Vasile Dâncu védelmi miniszter menesztését a hírek szerint Klaus Johannis államfő kérte a nemzetbiztonsági törvény tervezetének kiszivárogtatása miatt. A sport és ifjúsági miniszteri tisztséget betöltő Novák Károly Eduárd leváltása pedig a román sajtó által botrányosnak nevezett megnyilvánulásainak eredménye. A román média szerint hazaárulás, hogy az RMDSZ-es tárcavezető nem ítélte el a román jégkorong válogatott székelyhimnusz éneklését a budapesti VB magyar-román meccse után, és belekötött, amiért a budapesti vizes világbajnokságról hazatérő román sportolók közül
csak a kétszeres aranyérmes Dávid Popovicsot köszöntötte, a szintén jelenlévő Robert Glince nevét meg sem említette. Legutóbb azt vetették Novák szemére, hogy miniszteri rendelettel kötelezte a csapat sportokban érdekelt klubokat, hogy versenyzőik legalább 40%-ban román állampolgárok legyenek, több lehetőséghez juttatva ezáltal a hazai sportolókat. Egy friss felmérés alapján az derül ki, hogy a romániai alkalmazottak 70%-a bár nem elégedett fizetésének mértékével, de ahelyett, hogy fizetés emelést kérne, inkább munkahelyet változtat. A romániai alkalmazottak 70%-a legalább 20%-kal nagyobb bért szeretne, de ahelyett, hogy fizetésemelést kérne, inkább munkahelyet vált. Derül ki egy friss felmérésből. Krisztina Profánu, a felmérést végző állásközvetítő ügynökség vezetője szerint ez egy paradox helyzet, tájékoztat az Adger Press hírügynökség. A HR szakember elmondta, a munkaadók nagy része nem fizetésemeléssel, hanem rugalmas munkaidővel, a pihenőszabadság növelésével, ajándékutalványokkal, szakmai képzéssel és a távmunka lehetőségével próbálja megtartani az értékes alkalmazottait. Emlékeztetett arra, hogy Romániában jelentősen csökkent a munkavállalók száma, a 2019-ben nyilvántartott 4,2 millióról, a 2021-ben jegyzett 3,8 millióra. A szakember szerint rendkívül fontos, hogy a munkaadók a lehető legnyíltabban tájékoztassák az alkalmazottaikat a vállalatuk állapotáról. Világos és elérhető célokat kell kitűzniük a beosztottak számára, ugyanakkor rugalmas munkaidőt kell biztosítaniuk, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartását, nyilatkozta a Humán Erőforrás menedzser. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa pénteken évi 4,75%-ról évi 5,50%-ra emelte az alapkamatot. Az új kamat hétfőtől lépett hatályba. A Bennere közölte azt is, hogy évi 5,75%-ról évi 6,50%-ra emelte a Lombard hitel kamatát, és évi 3,75%-ról 4,50%-ra növelte a letéti rátát. A jegybank tájékoztatása szerint a pénzromlás üteme az előrejelzéseknek megfelelően júniusban valamelyest mérséklődött, az éves infláció a májusi 14,49%-ról 15,05%-ra emelkedett, elsősorban az élelmiszerek és az üzemanyagok újabb drágulása miatt. A Maros megyei Torposzlón van egy olyan múzeum, ahol székely, szász és román vidékek alkotásai mellett a régmúlt időkből megmentett hagyományos használati tárgyakkal találkozhatunk, legyen a szerszám, bútor, szőttes vagy takaró. A múzeum egy részében például 265 darab különböző óra látható. Tulajdonképpen egy kis időutazást fogunk végezni. Három tárgycsoportot fognak itt látni, az órákat, az üvegeket és a kerámiákat. Ez, ahol most vagyunk, egy régi ónémes stílusba berendezett szalongarnitúra, ahol próbáltuk megteremteni azt a hangulatot, ami egy előkelőbb családnak volt az 1800-as évek végén egy tehetősebb családnak a laktere. A Maros megyei Torboszlói Csűrmúzeumban jártunk, ahol az erdélyi, székelyszász és román vidék alkotásai megmentett használati tárgyai kápráztatják el a múzeum látogatóit. A csodásan berendezett helyiségekben a régi kor értékes darabjai találhatóak, különféle használati tárgyak, szerszámok és a régi szobák falait és bútorai díszítő kellékek. Emellett különféle szőttesek, szőnyegek és takarók nyűgözik le a betérő vendégeket. Mikor elmegyek egy faluba, és meglátok egy elhagyott régi házat, én nem tudok úgy elmenni, hogy ne álljak meg, és ne kérdezzem meg, hogy itt valami nincsen, vagy... Tehát hozzátartozik ahhoz az érdeklődéshez, ami bennem van, mert szeretem az etnográfiát, szeretem a szépet, és mindig találok valamit, ami esetleg olyan érték, amit véleményem szerint érdemes megmenteni és megmutatni a környezetnek. Azoknak az embereknek, akik be esetleg nem tudatosul, hogy milyen értékek között élnek. A múzeum egy részében 265 darab különböző óra látható. Mellette meg annyi kiállított üveget, gyűszűs üvegeket, ipari üvegeket, római kori üvegek kópiáit és még szőlőmosó poharakat is felfedezhetnek az érdeklődők. A kerámia gyűjteményen kívül a falakon található fali tányírok és cserépkorsók mellett helyet kaptak a román ikonok is a kis csűrmúzeumban. Hát ez 50 év, vagy fél évszázad. Azóta gyűjtöm.
nem munka volt. A munka az volt, hogy ezt felépítse az ember, és berendez, az munka volt, miután megvolt a gyűjtemény, de maga a gyűjtés az egy élvezet volt, az egy hobbi volt. Az soha nem volt sem kényszer, sem egy kitűzött feladat, hanem jött magától. Madaras Sándor elárulta, hogy a családban tovább öröklődik a gyűjtés hagyománya, és még rengeteg értékes tárgy van, amely keresi a következő múzeumi otthonát. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap!